Ez itt a Csillagpont Rádió műsora, az FM 94-es MHz-en, a mikrofonnál a szerkesztő Monos Márta. A magyar egészségügy válsága már a társadalmunk legkiszolgáltatottabb tagjait, a gyermekeket érinti. Évről évre egyre kevesebb a házi gyermekorvos, egyre többen mennek nyugdíjba, az utánpótlást jelentő fiatal orvosok pedig többnyire külföldi pályát választanak, a külföldi pályát választják maguknak. Ilyen is hasonló riasztó mondatokat lehetett olvasni az utóbbi időkben a gyermekgyógyászati alapellátásról, amellyel kapcsolatban dr. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének az elnöke a közelmúltban megtartott országos éves kongresszuson egyebek közt azt is elmondta, hogy hát benne van a levegőben, hogy 10 éven belül megszűnhet a gyermekgyógyászati alapellátás. Még belegondolni is szörnyű. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Póta Györgyöt. Jó napot kívánok! Mire alapozza, doktor úr, ezt a nagyon borongós kijelentést, ezt a mindenképpen figyelmet érdemlő kijelentést, illetőleg bejelentést? Szeretném annyit pontosítani, hogy az ország jelentős részén, vagy sok részén, tehát nem úgy unblock tűnik el, hanem az a fajta hálózat, ami ma működik, az, ami sok területen hát veszélyes, hogy meg fog szűnni. Tehát az arra alapítjuk sajnos, hogy meg kell nézni a jelenleg dolgozók életkorát, és meg kell nézni, hogy körülbelül most milyen az új belépőknek a számaránya, és a kettőből sajnos csak ezt az eléggé borús jövőképet tudom levonni. Én olvastam az ön nyilatkozatát, amiben egyebek közt még az is benne van, hogy 7-8 évben alatt legalább 100 gyermekházi orvosi praxis szűnt meg hazánkban, az elmúlt 7-8 évben. Így van, ennek ez ugye egy, azért szeretném erre fölhívni a figyelmet, nem csak, hogy megszűnik, hanem hogy ez nem jelenik meg a híradásokban. Magyarországon az alapellátásban a betöltetlen praxisok száma az, amelyikhez viszonyítanak a politikusok is, általában az emberek, a média. Most a házi gyerekorvoslásban az a probléma, hogy jelenlegi jogszabályok szerint, amennyiben a praxisból hát nyugdíjba megy, abba hagyja a kollega, és 6 hónapon belül nem találnak utánpótlást, és erre sajnos sok a példa, akkor 6 hónap után az önkormányzatra száll a praxisnak nem csak a tulajdonjoga, hanem a felelőssége is, hogy ellátást biztosítsanak. Na most lévén, hogy nem talál természetesen gyerekorvost, hiszen ha talált volna, akkor már a kollega is talált volna, ezért egy idő után nem tud más tenni, vegyes körzetén nyilvánítja az adott területet, tehát a felnőtteket ellátó házi orvosok, ugyanúgy, mint falvakban egyébként, hát a mai nap is működik mindenfelé, ők látják el majd a gyerekeket, tehát ez a praxis, ez effektíve megszűnik. Úgy nagyvárosokban annyival másabb a helyzet, hogy ott a környezetben dolgozó házi gyerekorvosok között osztják szét ezt a területet, tehát ott legalább, ha meg is szűnik a praxis, nagy valószínűséggel gyerekorvosok fogják a továbbiakban ellátni a gyerekeket úgy szintén, de mondom, összességében mindenképpen nem marad meg tartósan betöltetlen praxisként. Hát az is riasztó, hogy igen magas a 70-80 éves korú kollégának a működése, hogy úgy mondjam. Tehát 70-80 esztendős gyermekorvosok látják el a feladatot. Különösen de például itt Észak-Magyarország. Igen, igen. Itt nálunk különösen jellemző ez a helyzet, ez a riasztó helyzet egyébként. De van egy érdekes kérdés. Ugye hát az orvosok véleménye is megosztik a tekintetben, hogy a családorvoslásnak helye van. Márpedig a családorvoslásban benne foglaltatik ugye egészen piciny kortól, egészen életkorunk végéig a gyógyító munka. Ez a kettő hogy viszonyul egymáshoz? Ez úgy viszonyul egymáshoz, hogy ez tanulási kérdés. Tehát az a helyzet, hogy a családorvos, ugye nálunk eleve ez a házi orvos, ez egy nem szerencsés kifejezés, de miután 25 évvel ezelőtt jogilag ez így lett nyilvánvalóan, hogy most nem tudunk rajta változtatni. Ugye azt tudni kell,
hogy azokban az országokban, Európában, ahol nincs külön gyermekorvosi alapellátás, hanem egységes van, tehát családorvosi ellátás, ugye ezek az angol száz, skandináv országok, észak-atlanti országok, ahol ezek a general praxisok vannak a GP-k, úgy angol szóval, ott az orvos sokkal több gyermekgyógyászatot tanul, mint Magyarországon. Tehát a különbség csak az, hogy Magyarországon a házi orvosi szakvizsgához 4 hónap gyerekgyógyászati kurikulum, tehát tanulás tartozik, addig mi gyerekgyógyászok 5 évet tanuljuk ezt a szakmát. Tehát alapvetően a képzésünk, és természetesen miután mi mindig gyerekeket láttunk el, a gyógyítási gyakorlatunk az egy gyerekcentrikus, gyerekekhez értünk, máshoz nem. Tehát ez a nagy különbség, és ezért nem, én úgy gondolom legalábbis, hogy ezért nem mindegy, hogy egy gyerekellátáshoz nem szokott családorvos fogja holnaptól ellátni azt a területet, vagy egy olyan gyerekorvos, aki egész életében csak gyerekeket gyógyított, és ehhez mérthető a tudása és a gyakorlata. Igen, hát nem lebecsülve, meg alul és fölülértékelve a különböző szakterületeket, de magam is tapasztaltam, van egy 27 esztendős leányom, hogy komoly lelki válságot okozott az életében az, amikor a gyermekorvostól át kellett váltani felnőtt orvosra, és azt hiszem, hogy nem egyedi ez a jelenség. Nem, ezt én magam is tapasztalom egyébként a napi munkám során. A nagy gyerekek, tehát a tínédzserek, a fiatalok szeretik a gyerekorvoslást, valahogy biztonságban érzik magukat itt, és nem szívesen mennek át a felnőtt ellátásba, és miután empátiában, hozzáállásban mást kapnak a felnőtt ellátásban, nem is érzik ott jól magukat. Tehát az a helyzet, hogy ők nagyon szomorúak általában, hogy el kell hagyniuk a gyerekellátást. Ön a kongresszuson elmondta azt is, hogy nem elsősorban és feltétlenül az anyagi megbecsülés miatt mennek el az orvosok külföldre, illetőleg nem vállalják a gyermekpraxisokat, hanem inkább az adminisztrációs munka miatt, ami egyre sokasodik. Összetételiben én úgy mondom, hogy nem csak, tehát ugye divatos dolog azt mondani, hogy Magyarországon csak a pénz motiválja ugye az orvosokat, és miután ugye köztudomás, hogy a pénz az kevés, ennek megfelelően ha sokkal több pénzt fizetnek, akkor itt hirtelen minden rendben lesz. Nem, sajnos a szakmai oldala is, tehát ugye én úgy fogalmazom ezt meg, és talán ezzel adjuk legjobban vissza, hogy a jelenlegi napi rutin munka az nem jelent egy szakmai kihívást, nem jelent egy szakmai izgalmas jövőképet a fiatalok számára, tehát ezért nem kerül szóba az náluk, hogy hát kevesebb pénzért is, de inkább csinálom ezt, a kettő együtt kevés, a pénz is, meg a szakmaiság is, és emiatt aztán hát nem a legnépszerűbb orvosi szakmák közé tartozik sajnos a gyerekgyógyászat, ugyan blokk, de hát ezen belül az alapellátásban sem. Meddig lehet így húzni, hiszen ha belegondolunk, azért 70-80 esztendősen az ember kevésbé attraktív már az újak befogadására, kevésbé fogékony, törvényszerűen ugye életkorral járó, míg a fiatal eleve ebben él, ezt tanulja, és próbál lépést tartani, nyilván próbál az idősebb korosztály tagja is lépést tartani, de csak más ez minőségében, ami előbb-utóbb érezteti hatását a gyógyító munkában is. Hát az a válaszom, hogy nem én mondtam, hanem maga, de teljesen igaza van az utolsó beszéig. Sajnos igen, tehát nyilvánvalóan, hogyha egy dinamikus fejlődést szeretnénk a szakmánkban elérni, márpedig természetesen ezt szeretnénk, akkor pontosan ez az egyik gátló tényező, amit tetszett mondani, hogy olyan korosztály, aki egyébként is úgy érzi, hogy már nagyon szeretne nyugdíjba menni, de nem tud,
mert a lehetőségek ugye nem engedik meg, mert vagy, ahogy szokták mondani, bedobja a törül között, tehát ott hagyja a praktist, és minden nélkül, tehát eladási díj, vagy mindenféle megbecsülés és egyéb nélkül, mondhatjuk úgy, hogy elkullog a pályáról, miközben nem ezt érdemli, hiszen több tíz évnyi nagyon komoly szakmai munka van a hátterében. Tehát ez azért nagyon nem mindegy. Akkor összességében ez egy nagyon hát veszélyes jövőkép, és tulajdonképpen én erre szerettem volna fölhívni ott a kongresszuson, illetve hát utána a sajtóban megjelent cikkekben a figyelmet. Arra is felhívta a figyelmet, hogy tulajdonképpen a szülőknek van igénye a magánpraxisra. Én úgy fogalmaznék inkább, hogy annyira van igénye a gyerekorvoslásra, hogy még a magánpraxist is hajlandók kifizetni, hogy gyerekorvoshoz jussanak. Ez így helyes ez a fogalmazás. Tehát én nem gondolnám, hogy a magánpraxis iránt van nagy igény, a gyerekorvos iránt van nagy igény, és hogyha ezt az állami hivatalos egészségügyben nem kapja meg, akkor erre példák vannak, tehát ezt nem én gondolom így, hanem ezt tudom, mert példák vannak. Egyébként például jellemző ilyen pont arra az észak-magyarországi régióra, ahol önök élnek, ahol igazán hát nem az a sztereotípia, hogy az ott élő emberek, mondjuk a Magyarországon a legjobb anyagiak között élők, de miután az észak-magyarországi terület az, amelyik gyerekorvos szempontjából a legrosszabbul ellátott terület, itt látjuk azt, hogy a szülők áldozatot hoznak, elmennek messzebbre, és akár még a magánpraxisban fizetnek is, mert olyan nagy az igény arra, hogy gyerekorvoshoz fordulhassanak a gyerekükkel. Na most 10 év az egyrészt hosszú idő, nagyon hosszú idő, másrészt pillanatok alatt elmegy. Nyilvánvaló, hogy ez egy kiáltás, ez egy figyelemfelhívás, erre fel kell készülni. Most már az okokat itt boncolgatjuk, de megoldást kell találni rá. Önök például a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületében miben látják a megoldást? Hát van egy kötelező adminisztrációs munka, azt nem lehet tulajdonképpen egyik pillanatra a másikra megváltoztatni, mert ha is amennyiben így történik, akkor a más területen dolgozó orvos fog aprehendálni az ellen, hogy na ott miért van kedvezmény, itt miért nincs, és így tovább. Nyilvánvalóan az adminisztrációs munka alatt ne csak azt tessenek érteni, hogy ki kell tölteni papírokat. Azt kell mondanom, hogy ez igazából nem ez az igaz, ami nagyon sok, hiszen ma már azért legtöbb praxis számítógépen dolgozik, és azért ott ez sokkal egyszerű. Hanem az jobb fogalmazás, hogy a fölösleges és értelmetlen orvosbeteg találkozás. Itt ugye szoktuk mindig a főként megnevezni az igazolásokat, ezeket a teljesen csak Magyarországra jellemző, sehamelyik más országban ilyenek nincsenek. Mindenért igazolást kell kérni az orvostól, ami nyilvánvalóan, hogy nem csak egy fölösleges orvosbeteg találkozást jelent, fölösleges idővesztesség. Nem csak az orvosnak, higgyék el, a szülőknek, a családoknak, itt mindenki magára gondol, hogy mennyi időt tölt el fölöslegesen orvosi rendelőkbe azért, mert várja a sorát, hogy egy papírt kapjon arról, amit egyébként a szülő most is tud, hogy hát nátás a gyerek, de más baja nincsen, és emiatt esetleg ott a várakozás közben szedi a valóban betegektől össze azokat a következő fertőzéseket, amikkel már telítődve megy haza, az egyébként éppen a gyógyult papírért eljött gyerek a rendelőbe. Azon kívül mi úgy gondoljuk, és ezzel akkor válaszolnék arra a kérdésre, hogy mi a megoldás. Az egyik megoldás az már elindult, hogy képezni kell annyi gyerekorvost, hogy jusson az alapellátásba is. Az idei évtől ez egy nagy vívmány, 40 plusz gyermekorvosi szakorvos jelöltet, rezidenst, a kvóta 40-nel nőtt azért, hogy az alapellátás számára, tehát a jelenlegi kórházi igények fölött az alapellátás számára is képezzenek gyerekorvosokat. A másik,
Nyilvánvalóan, hogy majd az ezt reméljük be fog következni rövid időn belül, és ezzel az egész egészségügy jól jár, hogy az elektronikus egészségügyi adminisztráció megjelenik széles körben, és akkor ez mindenkin segít, illetve hát bizonyos szerkezeti változások, amikre már vannak elképzelések, csak még nem működnek, de mi reméljük, hogy előbb-utóbb működni kezdenek. Itt elsősorban az egyéni szóló praxisok helyetti csoportmunkákra gondolok, ahol az energiát és a tudást az bizonyos területen összegezni lehet, és ezáltal a jelenleginél valamivel kevesebb számú orvossal is megfelelő színvonalú ellátást tudunk biztosítani. És a harmadik, szintén nagyon fontos dolog, hogy az olyan tevékenységeket, amik nem kifejezetten orvosi tevékenységek, és ma nagyon sok ilyet kell naponta ellátnunk, azokat megfelelő képzettségű szakszemélyzettel el lehetne látni, ez szintén egyébként nem mi találtuk ki, egész Európában ez a trend, hogy nem méregdrágán orvosokat képezünk, nem orvosi munka elvégzésére, hanem megfelelően képzett szakszemélyzet ellátja ezt, és az orvosok a valódi orvosi munkára tudnak koncentrálni. Mindent értek, és teljesen igaza van abban, hogy az orvos-beteg találkozók számát másként kell, illetve csökkenteni kell, meg tartalmasabbá kell tenni. Ez egyébként a felnőtt ellátásban is jellemző, megtalálható ugye a fölösleges receptírás. Viszont egyetlen egyet szeretnék, ha egy kicsit részletezne, mit ért az alatt, hogy az egyéni helyett csoportos gyógyítás kerüljön előtérbe? Magyarországon ugye a háziorvosi rendszer úgy a felnőtt, mint a gyerek egyaránt a múlt század közepétől, szinte 60-as évektől a körzeti orvosi rendszerre épült. Tehát ma egy bizonyos területhez tartozik egy darab orvos, aki helyel közzel egymaga dolgozik, megfelelő minőségbiztosítás, szakfelügyelet és egyéb nélkül, és azért az adott területért ő a felelős. Nagyon sok helyen az orvosok egyedül vagy maximum másodmagával dolgozik egy rendelőbe, főleg vidéken, Budapesten, mondjuk a gyerekorvosi vonalon pont az ellenkezője igaz, hogy nagyon sok helyen rossz az infrastruktúra, és nagyon sokan vannak kis területen, és emiatt nem tudnak egyébként hosszabb ideig dolgozni, és ezért nem tudnak még szélesebb körű ellátást adni. Ennek a megoldása az kell, hogy legyen, hogy koncentrálni kell az orvosi tudást, és egy helyekre kell összevonni az orvosokat, akik egymást kiegészítik időben és munkában, a helyettesítéseket meg tudják oldani, folyamatosabb ellátást tudnak adni. Most mindenki gondolja végig, ha én egyedül dolgozom egy rendelőben, és dolgozom napi 3 órát, ugye a gyerekorvosoknál ez a jellemző, az egyébként a tanácsadások és egyebek miatt, akkor a 3 órán kívül az én pacientúrám azon a helyen nem kap orvosi ellátást. Ha mi dolgozunk 4-6-an egy rendelőbe, több rendelői helységbe, ez történik pont, ahol én is dolgozom, akkor 12 órán keresztül reggel 8-tól este 8-ig ellátást tudunk biztosítani, ha valakinek sürgősségi ellátásra van szüksége, akkor az ott dolgozó kollega tulajdonképpen mint egy ügyeleti ellátást biztosítja az adott területen a többi praxis paciensei számára is, tehát nem kell ezért feltétlenül az akármilyen távolságra lévő kórházig menni, ügyeletre menni. Ezek napi szinten már kezdeményezések, működések, ezeket kellene megfelelő jogi háttérrel biztosítani, és a másik az, hogy úgy kellene a finanszírozást is átalakítani, hogy ezeket a fajta ellátási módokat támogassa, és ne egységesen, tehát most jelen pillanatban a finanszírozásunk egységes mindenféle részletkérdésektől, helytől, ellátási formától függetlenül. Nyilvánvalóan, hogyha átalakítják a finanszírozást úgy, hogy a preferált ellátási módokat támogassa, akkor a kollégák is
hát úgy érzik majd, hogy érdemes az új ellátási formákba szervezni. Igen, hát egy kicsit át kell gondolni minden bizonnyal azt a fajta gyakorlatot, ami jelenleg érvényes, tehát hogy mi az önkormányzat igazi feladata, meddig terjed a feladata, mennyit kell ráterhelni az, a házi orvosokra, itt infrastruktúrától kezdve mindent beleértve, hogy még vonzóbbá tegye a gyermekorvosi hivatást. Sőt, azt kell mondanom, hogy ha egy önkormányzat felismeri annak a szükségességét, hogy jobb, tehát jobb ellátást biztosít, akkor a területén lakó gyermekek számára, ha ott gyermekorvosi alapellátás van, akkor azt kell mondanom, hogy valahol egy önkormányzati feladattá kell tenni, hogy olyan környezetet, és akár tényleg, ahogy tetszett mondani, finanszírozási, támogatási és egyéb környezetet biztosítson, hogy az adott helyre legyen kedve elmenni valaki. Hát igen, voltak erre jó példák, ugye gondolom, hogy ön is emlékszik rá, hogy már az egyetemről úgy indult az ember, hogy melyik területen adnak lakást, hol segítenek többet, és így történt a munkahelyválasztás, amikor már a pálya megvolt. Bár ez hát ma is... Ezt szeretnénk most ennél az új rezidens kvótánál elérni, például ez az egyik javaslatunk, hogy próbáljanak már a rezidensekkel előszerződéseket kötni, és akkor így az adott önkormányzat is jól jár, mert biztosra megy, és természetesen a rezidens is pontosan tudja, hogy úgymond mire adja majd el a fejét. Hát igen. Hát én minden esetre sok sikert kívánok hozzá, mert ez borzasztó, riasztó adat, amiket mi itt hírül adunk, természetesen nem alap nélkül, és hát reméljük, hogy meghallják ezt a kiáltást, és hát eredményes küzdelmet kívánok a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének, minden szakmabélinek. Dr. Póta Györgyöt, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének az elnökét hallották itt a Csillagpont Rádió műsorában. Viszont hallásra köszönjük!